Egyes izgatók a népet a magyarok gyilkolására ingerelték, gondolva, ha magyar nem marad, övék marad a föld. Ez polgárháború. ...1848-49-ről a magyarok többségének a pesti forradalom, a Pákozdi csata, a tavaszi hadjárat, vagy 1849. október 6-a jut eszébe. Kevéssé közismert azonban, hogy röviddel a forradalom győzelme után magyarok és nem magyarok között fegyveres konfliktus bontakozott ki az ország különböző területein, és ez a fegyveres konfliktus, ez a polgárháború végigkísérte magának a szabadságharcnak az egész történetét is, egészen 1849. augusztusáig. Az egykori Alsó-Fehérvár megyében Balázsfalván járunk, nem messze Gyulafehérvártól, a Kis és Nagy Küküllő találkozásánál. 1848-ban az erdélyi románság itt tartotta gyűléseit, s a csekélyhelyiség azon időben fontos középponttá vált. Innen terjesztették az eszméket, jelszavakat, innen adták ki az első parancsokat. Az 1848 tavaszi eseményeket, a bécsi és a pesti forradalmat nagy örömmel fogadták Erdély népei. Ennek ellenére rövid néhány hónap alatt a magyarok és a románok már fegyveres kézzel álltak szemben egymással. Az a folyamat, amely idáig vezetett itt Balázsfalván, a Szabadság mezejének nevezett területen kezdődött 1848 április végén, május közepén, folytatódott 1848 szeptemberében. Ha látjuk ezt a mezőt, és látjuk mögötte a görögkatolikus templomot, akkor elmondhatjuk, hogy ez az erdélyi románok története szempontjából egy szinte olyan fontos helyszín, mint nekünk a Pilvax kávéház, a Pozsonyi Országgyűlés, a debreceni nagy templom és a szegedi piactér együttesen. 1848. május közepén egyes források szerint 20-25 ezer, más források szerint 40 vagy 50 ezer román gyűlt itt össze, hogy megfogalmazza, elfogadja a saját nemzeti követeléseit. Amikor a balázsfalvi gyűlés véget ért, és ennek a résztvevői és a megválasztott román nemzeti komitének a tagjai, köztük egy Avram Jankó nevű fiatal, Petőfivel nagyjából egykorú ügyvéd hazatért a maga topánfalvi otthonába, már azonnal megkezdték a fegyveres felkelésnek az előkészítését, megkezdték a népnek a katonai módon történő megszervezését. A román katonai szervezkedés ellenére őszig komoly belháború nincs. Mindössze június első napjaiban történik egy kisebb összetűzés Mihálcfalván, ahol a román jobbágyok elfoglalják földesuraik majorságait, csak kirendelt székely század kénytelen volt fegyverét használni. Miközben délvidéken 48 nyarán már népirtó kegyetlenséggel folyik a szerb-magyar háború, Erdélyben a kormány által elrendelt sorozás ellen több faluban is fellázadtak. A szeptember 12-i aranyoslónai esetről is beszámol a Gerenden őrzött anyakönyv. Erdély egyik legrégibb templomában vagyunk, és ezek az ősi falak sok mindenről tesznek bizonyságot. És a gyülekezet által őrzött anyakönyv az milyen jellegű adatokat őriz? Gyülekezetünk anyakönyveit az állam bekérte, elvették. Az elődeink, akik mertek és akik ügyesek voltak, vagy lemásolták, vagy egyszerűen eldugták, hogy megmaradjanak. Az 1848-as bejegyzést nézzük meg, amikor a gerendi gyülekezetnek a lelkésze, Hegedűs Lajos volt, és itten nagyon tisztán beírta azt, hogy tulajdonképpen kik azok, akik az aranyoslónai szerencsétlen lázadásnak az elesettjei voltak, akiket golyó által végeztek ki.
lehet néhány nevet is ottan. Igen, szeptember 14-én temették el őket, Lőrinci István 62 éves, Palkó János 41 éves és Kulucsi Zsiga 63 éves. Mindhárman a lómai szerencsétlen lázadás és szétveretéskor lettek a rendes törvényességre utasító golyók áldozataivá. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert a lónai szeptember 12-i rendbontást vagy lázadást az általában a román nemzeti mozgalom részének szokták tekinteni, és hát ezek ugye tisztán magyar nevek, tehát azt mutatja, hogy nem csak románok, hanem magyarok is részt vettek ebben a bizonyos tiltakozásban a besorozás, illetve a katona összeírás ellen. Fölkelli a szabadságért, ontani a jó magyar vért. Ugyanakkor a 49-es eseményeknél is, hiszen a 48-as események tovább folytatottak a Mocvidéken, és ott is elestek néhányan. Igen, itt van, hogy ugyanez időtájban estek el a Havason, mint honvéd vadászok, Reinbold Samu 35 éves és Nagy Samu 21 éves, s lövetett főbe ítéletesen Török Marci 22 éves honvéd vadász. Ugye nyilván Török Marci elkövetett valami fajta kihágást itt a román lakossággal szemben, és hát a honvédseregben rend volt, és nem tűrték az ilyen jellegű kihágásokat, még az ellenséggel vagy az ellenségesnek vélt polgári lakossággal szemben, és hát ezért érte ez a nagyon súlyos ítélet. Most is halnak és születnek, nem lesz vége az életnek. Az osztrák kormányzatnak az erdélyi képviselői, elsősorban a nagyszebeni főhadparancsnokság látható jó indulattal állt hozzá a román nemzeti mozgalomhoz. Ez a helyzet teljesen egyértelművé válik 1848. októberében, amikor Erdélynek a haditörvények alá történt rendelése után Buchner Antal főhadparancsnok éppen az erdélyi román felkelőket bízza meg a szórvány magyar vidékeken található magyar nemzetőrségek lefegyverzésével, és ezzel mintegy közvetlen és közvetett okozó válik a kitörő polgárháborúnak. Ettől a pillanattól kezdve az osztrák politika és a román nemzeti mozgalom ugyanazon a vágányon halad, és mindkettőnek egy célja van, a magyar szabadságharc mielőbbi legyőzése bármilyen áron. Az erdélyi polgárháború első áldozata Kisenyed a magyarságtól jócskán elszigetelve fekszik Olá és Szászlakta vidéken. Itt indul el a magyarok lefegyverzése és kipusztítása, amikor Petru Dobra vezetésével a román felkelők október 14-én megtámadták a falut, majd a 4 napig ostromolt magyarok a császári királyi katonaság küldöttének felszólítására megadták magukat. A román felkelők 400 emberből 175-öt mészároltak le. Nehézség a kutatást illetően főleg ott mutatkozik, hogy nagyon szétszórt az anyag. Beszélhetünk ugye levéltári anyagról, és ez esetben a magyar levéltári anyag olyan parókiákon, olyan levéltárakban keresendő, amelyek önmagukban sokat szenvedtek az 1848-as, 49-es forradalomban és szabadságharcban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben 1850 utáni feljegyzések, emlékiratok, névlisták állnak rendelkezésünkre, de igen, ezek megtalálhatóak a fiókok mélyében, megtalálhatóak a levéltárakban, megtalálhatóak magán gyűjteményekben, vagy családi gyűjteményekben. Az akkori események egy fontos történeti dokumentuma, egy olyan leírás, amely az eseményeknek a román szempontjait közvetíti, hogy igazolják mindazt, ami tragikus volt, és ami csak részben volt emberileg megmagyarázható. Az egyik jelentést Szimjón Bálint írta 1848-49-ben arról, hogy a románság mit tett a civil háborúban Erdélyben. A másikat pedig maga Ávrám Jankó írta arról a katonaságról, amely az irányítás alatt állt, az 1848-49-ben történt civil háborúban. Ez a két dokumentum indítja el lényegében azt a vitát,
amely arról szól, hogy hány polgári áldozata is volt a háborúnak. A két történetírás meglehetősen ellentétes képet alkotott 1848-49 forradalom és szabadságharc polgárháborús fejezetéről, és emiatt eléggé kényes kérdésnek is számít. Zalatna az erdélyi bányászat volt középpontja Szűkvölgyben az Ompoly vize s Malompataka egyesülésénél. Kohója a leggazdagabb gépekkel volt ellátva. 1848. október 23-a táján lakosait az oláhok leölték, a gépeket romba döntötték, s a gyönyörű mintabányászat sok időre tönkretétetett. Az alatnai eseményeknek a legfőbb mozgatója és a későbbi események legfőbb okozója és felelőse egy Petru Dobra nevezetű kincstári tisztviselő ügyvéd volt, aki itt élt 1848-ban Zalatnán, és ő volt az, aki a környékbeli románságot felbújtotta az alatnai magyarság ellen. Október 23-án érték el a várost, benyomultak több pontról is. A helyi magyar nemzetőrséget Nemegyei János, a bányászoknak a vezetője mozgósította, azonban nem akarták sem a várost, sem pedig a családjukat pusztulásnak kitenni. Így aztán többszöri nekifutásra megegyeztek részint a helyi románság, részint pedig a felkelőknek a képviselőivel arról, hogy leteszik a fegyvert, és azokat, akik el akarják hagyni Zalatnát, mintegy 700-800 főről lehetett szó, ezeket elindították Gyulafehérvár irányába, hogy ott a helyi várőrségnek a védelme alá helyezzék őket. Veszve volt már Zalatna akkor. A neki bőszített oláság ellepte a város utcáit, betódult a lakokba. Micsoda emberi erő lett volna képes azokat ott rendben tartani? Nem tudok olyat. Felgyújtották az egész várost, és a városban valamennyi templomot. És nagyon érdekes, hogy a román felkelők a helyi román lakosságnak nem hagyták, hogy eloltsa a saját égő templomait, így aztán ezek ugyanúgy a tűzvész áldozatává lettek, mint a magyar közösség templomai. Ezek a kormos falak és ez az égésnyom, amit látunk, 1848. októberére emlékeztetnek bennünket. Annak a tűzvésznek az emlékét őrzik, amely 48. október 23-24-én elpusztította a várost, és benne a katolikus templomot is. Egyébként a helyi legendák szerint itt, amikor bejöttek a túlélők, október 24-e után bokáig gázoltak a vérben. A menekülők tehát Fehérvár felé futottak. Az olán népfelkelés utánuk nyomula. A lárma, a zaj, az alaktalan remegés, félelem, iszonyú. Megeredt az eső. Éjállást foglaltak rendelni az olávezetők presszáka alatt, s vígan töltötték éjüket a gyepen. Borban úszó jókedvük tivornyává fajult. Egyeseknél vagyont sejtettek, kezdék a menekülteket, foglyokat kirabolni. Különösen a nőket a legszemérmetlenebből kutatták át meg át. Egyiküknél 1000 aranyat találtak, s a zsákmányon összeverekedtek. A verekedésből öldöklés vált egyszerre, közösen mészárolták a foglyokat. Nemegyei parancsnokot egy lövés halva terítéle. Felesége lándzsasebzés miatt rogyott eszméletlenül a földre. Nem halt meg. Magához tér, valami hideget érez arcán. Kisfia koponyájának egy darabkája volt. Volt ama legyilkoltak között magyar, német, szász, sőt olá is, és nem volt tekintet ott korra és nemre. Az öldöklésnek Jon Ursz metesdi görög-katolikus pap vetett véget. Egyik bizalmi emberét hamis hírrel küldte a felkelőkhöz, miszerint a gyulafehérvári várparancsnok megtiltotta a foglyok bántalmazását. A mészárlásnak 640 áldozata volt. Ez az emlékmű, ami mellett itt most állunk, ezt 1899-ben az egyik szerencsés túlélő, Lukács Béla, akkor Magyarország pénzügyminisztere állította. Az itt lemészárolt édesapja, édesanyja, illetve öt testvére, valamint az itt legyilkolt zalatnai magyarok emlékére. Az emlékművön ma már csak a Pax felirat látszik, ugye latinul ez békét jelent.
az eredeti emléktáblát 1918 után a románok kivésték, azonban ez az emlékmű az máig is emlékeztet arra, ami itt 1848. október 23-24-én történt. ...1908-at írunk, amikor ez a kép elkészült, Honpogyepün Presszákán. Azt mindig el kell mondani, hogy az emlékezés nem csak magyarokat gyűjtött össze, hanem románokat is. Úgy, ahogy egy román dajka mentette meg Lukács Bélát, úgy, ahogy Magyarigenben az akkori református lelkészt, a görög keleti lelkész bújtatta és segítette, úgy később Presszákán, Honpogyepün együtt emlékezett a román és a magyar közösség. A tragikum hozzátartozik a román történetírásnak a beli véleménye, hogy ott egy csata zajlott le, és az ütközet következtében a Magyarigenből felérkező nemzetőrök provokálták ki azt a mészárlást, amely a csatát követte. Nyilvánvalóan egy hamis tény ismertetés, a magyarigeniek már fogságban voltak, az alatnaiak pedig azért sem tudtak hadrendbe állni, mert néhány éves gyerekek voltak közöttük, és fegyvertelenek voltak. Presszáka esetében közismert tény, hogy azért nincsenek házak a tömegsírok környékén, mert az ottani lakosság azt hiszi, mai napig arról beszél, hogy szellemek bolyonganak, akik mindenkit megijesztenek és nyugtalanítanak, aki oda építkezne, tehát oda nem szabad építkezni, és nem is építkeznek. A másik hely az Magyarigen, amely nagyon közel áll az én szívemhez, hiszen ott szolgáltam 16 éven át, és mondhatni tömegsírok árnyékában kellett egy háromtagú gyülekezetnek szolgálni, érezvén azt, hogy a 176 sajnos az sírban van, akiknek utódai jelenthették volna a gyülekezetet. Az 1244 lelket számláló Magyarigen az egykori fejedelmi Erdély verszája a Maros nyugati partján Gyulafehérvártól északra fekszik. Először 1209-ben említi oklevél, de a település neve mára már inkább csak Bot Péter tudós tevékenységével kapcsolatosan merül fel, s az erdélyi magyarság szenvedéstörténetének a népességfogyásnak szimbóluma lett. Meglehetősen nehezen találtuk meg ezt az emlékművet itt Magyarigenben, a katolikus templomnak a kertjében, amely 1848 október 28-án legyilkolt magyarnak a síremléke, hiszen mögötte, hogyha körülnézünk, akkor láthatjuk a sírdombot, amely ezeknek az embereknek a csontjait fedi. A magyar nemzetőrök és a román felkelők egyezményt kötöttek arról, hogy a magyarok leteszik a fegyvert, és közös őrizet, közös magyar-román őrizet alatt fogják ezt tartani a község egyik házában, amelynek a kulcsa, az egyik kulcsa a magyar református lelkésznél, a másik az pedig az ortodox pópánál lesz. A magyarok be is tartották ezt az egyezményt, azonban hiába tették le a fegyvert, a románok ezt nem tartották be, a fegyvereket szekérre rakták azzal, hogy elviszik a gyulafehérvári várba, aztán néhány sarokkal odébb kiosztották egymás között, a felnőtt magyar férfiakat pedig azonnal letartóztatták és a község egyik nagyobb udvarházába zárták. Itt raboskodtak egészen 1848. október 28-áig, amikor elérte őket a végzetük, a férfiak holttestei hetekig temetetlenül hevertek itt a környéken, egészen 1849. január-februárjáig, amikor a gyulafehérvári várparancsnokság intézkedésére végre, ha nem is méltó módon, de eltemették őket. A megmaradt 200 özvegyasszony hazatért a falujában, a romok, az üszkök, a leégett házak közé. Ezek az asszonyok bementek a csodálatos magyarigeni barokk templomba, és nem református módon, de letérdeltek az úrasztala köré, és 1850 karácsonyán az úri szent vacsorát térden vették magukhoz, íratva a férjeiket, helyzetüket, és reménykedve, hogy mégiscsak van egy kezdet valahogy.
A Torockó-hegység délkeleti oldalában a Krakkói patak mellett fekvő Boros-Krakkó a szabadságharc idején Akszenteszever román felkelő táborának állomáshelye lett. Ma nagyjából 1000-en lakják a falut, s úgy 100 éve még 114 magyar élt itt. Ma már csak egy, Magdi néni, aki a templom kulcsát őrzi. Itt születtem, itt jöttem fel, itt éltem, itt éltek a szüleim. Voltak nagyon sok magyarok ebben a faluban, fele falunak magyarok voltak. Este gáten már jama este. Nincsen senki. Október 20-21-én elkezdték összegyűjteni részint a boros-krakkói, részint pedig a környékbeli férfi lakosságot, de úgy tűnt, hogy megelégszenek azzal a román felkelők, hogy elkísérik őket fogságba a gyulafehérvári táborba, annak érdekében, hogy nemzetőrként ne teljesíthessenek szolgálatot. Amikor erről a nagyenyedi magyar vezetőség értesült, elhatározták, hogy megpróbálják kiszabadítani ezeket az embereket, és indult is egy nagy vállalkozás október 26-án, amely éppen itt Boros-Krakkó határában zajlott le, itt ütköztek meg a kiküldött magyar csapatok Akszentjeszever román prefektnek a csapataival. Irtózatos köd uralta a tájat, és annak ellenére, hogy viszonylag sikeres volt a magyar támadás, emiatt elrendelték a magyarok a román tábor szétkergetése után a visszavonulást, így aztán a boros-krakkói magyarok hiába reménykedtek abban, hogy meg fognak szabadulni, viszont a visszaszállínozó román felkelők elhatározták, hogy mindannyiukat le fogják gyilkolni. Ez történt meg 1848. október 28-29-én. Tudomásunk szerint nagyjából 320-330 felnőtt férfivel végeztek itt válogatott kínzások, közepette lándzsával, fejszével, puskával, pisztollyal ölték őket halomra. Ezeknek a nagy része természetesen boros-krakkói volt, kb. 220, és a többiek voltak csákjaiak, boros-benedekiek és más községből valók. A halottak heteken, sőt hónapokon át temetetlenül maradtak, olyannyira, hogy a hozzátartozóiknak is megtiltották, hogy eltemessék a szeretteiket. A kegyetlenkedések válfaja és neme nem is annyira lényeges, hanem annak az eredménye, hogy nagyon sok esetben nem csak 10-20, hanem több százra tehető a halottak száma. Innen is indul a számháború a két történetírás között, a magyar és a román között, de ha visszatekintünk a kegyetlenkedések okára, akkor láthatjuk azt, hogy nyilvánvalóan egy megtévesztett tömegről van szó, egy olyan tömegről, amely nem ismerte fel a közvetlen és igazi céljait, nem ismerte fel az együttélés szabályait és megkötéseit, és a barátban is, a szomszédban is ellenségképet látott. Szabad préda volt minden az élet is, és az összegyűjtött érték is. Vajasról már 1238-ból találunk feljegyzést. Amikor Bethlen Gábor az 1600-as évek elején átadta Lippát az oszmánoknak, s elrendelte kiürítését, a katonaságnak új birtokadományt adott, Vajasdot. Így aztán a vajasdiak gyakorlott katonák hírében voltak. Az 1848-ban hegyalját lefegyverző román csapatok is csak akkor támadták meg, amikor a közeli boros-krakkói román tábort megszervezték. Milyen dokumentumokat őriz a parókia levéltára 1848-1849-ről? Vajas kapcsán azt olvashatjuk, hogy 1848. év október utolsó napján a Krakkóban lévő olacsorda az egész vajasdi magyarságot minden ok nélkül elfogadta a papostól, mesterestől együtt, és két napi ottfogságban tartás után Fehérvárra küldötte, onnan pedig a katonai igazgatóság Szebenbe.
honnan ugyanazon év december 5-én bocsáttatott haza Ólá nemzetőrök kíséretében. Az alatt itthon csak a nők és a gyermekek maradtak, kiknek házaikat feltörték, marháikból sokat kivágtak, gabonájukat, zsiradékot, ekét, boronát és kerekeiket ellopták, szóval igen, sok károkat okoztak, ez pedig mind a vajasdi Oláok. Ez a benedeki eklézsia könyve, amelyet 1710-ben kezdtek el írni. Az utolsó bejegyzés 1848. február 13. napján történt. Jelentős része hiányzik, feltehetően az a rész, amelyet az 1848-as események kapcsán jegyeztek bele a jegyzőkönyvbe. Azok a bizonyos lapok ugyan hiányoznak a Boros benedeki református egyházi jegyzőkönyvéből, azonban egyéb forrásokból egészen pontosan tudjuk, hogy mi történt 1848. október végén és 1849. január közepén Boros benedek magyarságával. A község magyarságának a sorsa azért is különösen tragikus, mert két részletben gyilkolták le őket. Először 1848. október végén Krakkóban az oda elhurcolt mintegy 80 felnőtt férfit, akik fegyverfogásra alkalmasak voltak, majd pedig 1849. január 18-án a görög-keleti vízkereszt alkalmával az itt Boros Benedeken hátramaradt gyermekeket, asszonyokat és időszemélyeket. Az áldozatok napokig temetetlenül hevertek, míg nem a gyulafehérvári várparancsnok August Ezredes, értesülvén az itt történtekről, elrendelte, hogy mindazok, akik részesek voltak a gyilkosságban, ha kell, a 10 körmükkel kaparják ki a holtesteket a hó és a föld alól, és temessék el őket tisztességgel. A vérengzésben vétkesek egy részét letartóztatta és a gyulafehérvári várbörtönbe záratta. Székelykocsár ősrégi székelytelepülés neve legelőször IV. László király 1289-es adománylevelében fordult elő. 1848. október végén, mivel a nagylak magyarságának legyilkolását megtorló Bethlen Gergely csapata innen indult a gyilkosok után, az Oláok éjjel megtámadták a falut, Kemény Gábor feljegyzése szerint. Az odavaló jegyzőség 3 tagja, hogy kikerüljék ama vandalizmust, mit szemük előtt a többi magyarokon elkövettek, felakasztották magukat. Az asszonyok és a gyermekek, azok elmenekültek. Itt volt a Maros partján egy nagy akácos, és abban az akácosban menekültek el. A férfiak, az erősek itthon maradtak, hogy védjék meg az anyagi dolgaikat, házukat, a majorságokat, az állatokat, és így kerültek ők a gyilkosság áldozatába. Itt vagyunk a székelykocsádi református templom tornya alatt lévő helységben. Itt találtunk rá arra a szekrényre, amelybe alól el volt rejtve a nagyértékű anyakönyv az 1800-as évekről, amiben a forradalom eseményei szerepelnek. Ebbe az anyakönyvbe az első lapon vannak a harangozó vérfoltjai, ezzel az írással e vérfoltokat meghagytam, mint bizonyíték, hogy milyen barbár módon végezték ki itt a magyarokat, Sükörst Ferenc lelkipásztor aláírásával. És itt a közepén van az 1848. novemberben az Oláok által megöltek ezek, és felsorakoztatva 37 olvasható, és 4-5 név nem olvasható, amiket az Oláok novemberben 48-ban itt Székelykocsárdon kivégeztek. Ezt őrizzük, mind a szívünk csücskét, ezt a könyvet.
Marosújvár a Maros bal partjának legfestőibb s legérdekesebb pontja. Sóhegyei kitermelését még a rómaiak kezdték el. Értékes kincsének köszönhetően a város fontos gazdasági szerepet töltött be. Orbán Balázs így ír az 1848 novemberében történtekről. Vagy 90 magyart egybefogdosott Akszentjének tábora. A Maros partján azonnal elkezdték azoknak iszonyú kínzások közti lassú legyilkolását, oly kiszámított vadkegyetlenséggel, hogy a reggel megkezdett véres mívelet egészen késő est végig eltartott. Iszonyatos dolgok hajtattak itten végbe, melyeket borzadály nélkül felemlíteni nem lehet. Pontosan mi történt? November első hetében kezdtek embereket összeszedni a sópajtákba, a bányahivatalnál, a magtárba, szedték össze és tartották napokig az embereket, míg végül 8-án aztán a kocsma vendéglő udvarára vezették ki ezt a több mint 90 emberből álló csapatot. Kezdődött az ivászat, és gyilkoláztak. De a gyilkolás nem csak annyiból állt, hogy megölték egyszerűen az embert, hanem előtte kínozták. Rá 5 napra ugyanez a csapat innen Marosújváron átvonult, és a Maroson átmentek Felvincre. A falut felgyújtották, annyira pora égett a falu, hogy egyszerűen felismerhetetlen volt, tehát nem lehetett vonalat húzni, hogy na, itt kerítés volt, itt ház volt, vagy valami. Erdély szívében, Fehér megyében áll a dicső múltú, a történelem viharaiban sokszor újjáépített Nagyenyed. A november 5-i szerencsétlen marosvásárhelyi csata eldönti az ő sorsát is. Az erdélyi magyar haderő szétoszlott, a város védelmére siető székely csapatot Radnótnál szétszórták az olá határőrök. A magyar katonai parancsnokságról rendelet érkezett, hogy az Enyeden lévő összes haderő haladéktalanul vonuljon Kolozsvár fedezetére. Fegyveres ellenállásra képes nem volt Enyeden 48 utolsó és 49 első napjaiban. 1849. január 8-a hétfő. Kopogó hideg, egyes leírások szerint mínusz 24 fok, másokké szerint mínusz 27 fok hideg, csontáfagyva minden, és valamikor 10 óra után a félig ittas tömeg megindul Csombord és Enyed Szent Király közül át a meder fenekéig fagyott Maroson, és megindulnak Enyed pusztítására. Élükön ott van Axente Sever, aki kiadja jelszót, a tömeg utána ismétli elpusztítani mindent. Ahogy elérik a lakott területet, két részre oszlik a már említett 8-9 ezer fős tömeg. Egyik része végigvonul a Szent Király utcán, a másik része pedig a Magyar utcán, az akkori és a mai főúton vonul be a városba, beverik az első ablakokat, felgyújtják az első polgári házakat, és a kimenekülő embereket a vaksötét, kopogó, mínusz közel 30 fok hidegben elkezdik öldökülni a legembertelenebb módon. A római katolikus templomba menekültekre ugye egyik vitéz vezér, akik többek közt lelkész is volt, lóháton ront be, onnan zavarja ki az oda menekülteket. A feledi lelkész is oda menekül, valahol a templom lépcsőjén erdei kézi fűrésszel vágják le a kezeit, és két gyermeke ugye elmenekül, másnap megkapják a két gyermeket, valahol az útszélén egymás kezét fogva, megfagyva. Ah!
15-18 ezer fős az öldöklő sereg, s a várost emésztő lángok Mihálc falváig látszanak. A Bethlen Gábor kollégiumban sincs már egyetlen magyar lélek sem, de annál több drága kincse vala a tudományos műveltségnek összehalmozva, melyek megsemmisítése nagy részben soha nem pótolható veszteség. A könyveket, írományokat az ablakon kíméletlenül és nagy lárma között szórják le az utca kövezetére. A piacon lévő lándzsás oláhok pedig azokat szaggatták, lándzsáikkal szurkálták, taposták, gyalázatosan piszkolták. Tudtommal a legrégibb ösnyomtatványt láthatjuk itt az asztalon. Állítólag az 1849-es dúlás idején ezt a könyvet is innen kidobták, elvitték, ellopták, és eltűnt. Aztán valamikor az 1860-as években a kollégiumnak a tanárai, diákjai a környező falvakat járták, és amikor egy szénapadlásra próbálták elszállásolni magukat, akkor vették észre, hogy valami nagyon érdekes dologra próbál leülni az ott lakó román nénike. Kecskét vagy tehenet akart fejni, és amikor csodálkozva lementek, és a széket idézőjelbe téve elvették, akkor abban ott látták a Bethlen könyvtár könyvét jelző pecsétet. És ez a pecsét jelezte, hogy ez a könyv innen volt elvéve, és hát akkor a nénikétől visszakérték, valami egyebet adtak neki ülő helyként biztosan, és így került vissza ez a könyv ide a Bethlen könyvtárba, és hát talán jelzi sok-sok értéktárgynak a sorsát, hiszen akkor ez egy olyan könyv, ami talán így megkerült, de mennyi veszhetett el, mennyi mehetett tönkre igazából azokból az értékekből, amelyek itt voltak ebben a könyvtárban. A felenyedi református templom udvarán kopjafa áll a nagyenyedi vérengzés emlékére. Ott veszett Török Ferenc lelkipásztor, két gyermeke és felesége is. A dúlásban a parókián őrzött kegytárgyak és okiratok megsemmisültek. Csak egy horpat, ónkancsót őriz a gyülekezet. Az érdekesség ennek a kancsónak, hogy az egyetlen tárgy, ami a forradalom, illetve a 49-es események előttről megmaradt a gyülekezet tulajdonában, jelzi is a dátum, hogy 1733-ból való. A kegyszereket mind elvitték abban az időben, és tudjuk, meg tudjuk nevezni, hogy milyen kegyszerei voltak az egyházközségnek. Ez a kancsó valahogy lemaradt, hogy milyen módon nem tudjuk, de az akkori egyházfi Szakács János, ő találta meg, ő szerezte vissza és szolgáltatta vissza az egyházközségnek a események után. Javasolták vizitációk alkalmával, hogy hozzuk helyre, javítassuk ki, ragaszkodom hozzá, hogy ezek az ütésnyomok hordozzák magukon az 1849-es eseményeknek a szomorú emlékét. A polgárháború nem csak Erdélyt érintette, 1848 késő tavaszán és kora nyarán hasonló hevességű és hasonló kegyetlenségű küzdelem bontakozott ki a délvidéken, a Bácska és a Bánság területén, az ottani szerb lakosság, a segítségükre érkező szerbiai önkéntesek, illetve a magyar polgári lakosság és az ottani katonaság között. Ebben a küzdelemben a szerbek több tucatnyi magyar, román, német és egyéb nemzetiségű települést dúltak fel, űzték el a lakosságukat, vagy írtották ki őket. Délvidéki szerb mozgalom hangadói a szembenállást helyezik előtérbe elsősorban a magyarsággal, és fegyveres erőt kezdenek el gyűjteni. Ez a szerb határőr katonaság nagyon fontos bázist jelent a szerbek számára. Másrészt azért április-májustól jelentős mennyiségű szerb önkéntes érkezik Szerbiából is, szerbi jánusok, ahogy nevezzük őket, a délvidéki szerb testvérek megsegítésére. Nagy Kikinda április 24-én, ahol a földek újraosztását követelő tömeg
helységet izgatja egy György Radák nevű szerb úriember. Igen komoly atrocitások érik a település magyar lakosait, ez Ácsap, ez a mozgalom Óbecsére, Nagybecskerekre és a környező településekre. ...1848 nyarának egyik legtragikusabb fejezete a Szent Tamási vérontás, melyet Madarász József országgyűlési képviselő is megemlít naplójában. Mondják, a rácok Szent Tamáson minden magyart a csecsemükkel együtt felkoncoltak. A Szent Tamás közelében fekvő Tiszaföldvár községbe július 18-án bevonuló magyar katonák 37 levágott gyerekfejet találtak a katolikus templomban. A településen megölt magyarok száma 1000-2000 főre becsülhető. 1849. február 1-én délelőtt nyargal be Zentára az a két szerb lovasfutár, aki a várost megadásra szólítja fel, s akiket azonban a zentaiak felkoncolnak. Ezután a szerb csapatok elfoglalták Zentát, és tömegesen mészárolták le a magyar fegyvereseket, majd pedig a helyi magyar lakosokat. Ebbe a történetbe leginkább elhíresült, hogy a szerbek elkezdték levagdosni az általuk megöltek fejét, és rakni a Szent Háromság szoborra, ami későbbi kiadványokban megjelent. Föltételezzük, hogy legalább 2000-2500 áldozata volt ennek a vérengzésnek, ártatlan. Volt itt a templom előtt egy Szent Háromság szobor. Három lépcsőre volt állítva. Azt a szerbek körülrakták háromszoros gyűrűbe fejekkel. Magyar fejekkel. Azt az úgy ám, hogy mindig a következőnek, aki soron volt, annak köllött az előtte levágottnak a fejét oda tenni a sorba. Volt, hogy az apja tette oda a fia fejét. Volt, hogy fordítva. Az 1848. október eleje és 1849. január vége közötti 4 hónapban zajlott le az erdélyi polgárháború legtragikusabb és legvéresebb időszaka, amelynek során több ezer magyar és német polgár esett a román felkelők dúlásainak, rablásainak és gyilkosságainak áldozatául. 1849 tavaszán azonban a magyar csapatok győzelmei következtében felvillant a magyar-román megbékélés lehetősége, és ennek vetett véget 1849 májusában 60 Imre szabad csapatvezér felelőtlen előrenyomulása Abrudbánya és Verespatak kisvárosokba. Május 7-én a román felkelők megkezdték az Abrudbánya elleni támadást. Másnap elfoglalták Verespatakot, és a polgári lakosság egy részét legyilkolták. Ezzel egy időben sikertelen rohamot intéztek Abrudbánya ellen. Május 10-én a magyar csapatok 60 Imre vezetésével elhagyták a várost. A bevonuló román fölkelők tömegmészárlást rendeztek Abrudbánya magyar lakói között. Néhány nap múlva 60 Imre egységei visszatértek, és a magyar menekülőkkel együtt hagyták el a várost, de a menetoszlopot a románok bekerítették, és megint csak tömegmészárlást rendeztek. E néhány napnak mintegy 1000 magyar áldozata volt. A
szájhagyományként, magyarok közt, románok közt tudnak az ütközetekről, hol történtek nagyjából, vannak nyomai, fizikailag is találtunk golyókat a hadszintéreken. Megmutatok egy párat, golyókat, krajcárokat a bulakorból. Kihangsúlyoznám azt, hogy a helybeli román lakosság nagyjából megtett mindent, hogy a magyar barátjaikat megmentsék. Említeném a ortodox és görögkatolikus papokat, akik a templomokba befogadták a magyar menekülteket, és mondhatjuk, hogy életüket kockáztatva megmentettek egy pár magyart. Persze a legtöbb magyar életet veszítette. 1785. augusztus 25-én született legjobb apa Árkosi P. Lajos, 1848. október, ez talán 23-i, és a többit nehéz, hogy preszálkán leszúrt vagy felszúrt. Ez nagyon érdekes, hogy itt egy preszálkai áldozatnak a sírkövét találjuk. Mi ennek a magyarázata vajon? Igen, hát valószínű abrudi lehetett, és akkor a család haza hozta, hozatta. Érdekes háttere kellett legyen, mert ugye abban az időben nem volt éppen biztonságos akkor közlekedni. És hát ugye nagyon érdekes, hogy ez a sírkő, ez gyakorlatilag két tragédiára emlékeztet, hogy azoknak az alatnai menekülteknek, akik azt hitték, hogy Abrudbányán menedékre lelnek, valamivel több mint fél év múlva kiderült, hogy számukra így sincs igazán menedék. Az egykori Alsófehér vármenyében az etnikai arányok meglehetősen más képet mutattak, mint most a 21. században. Az 1848 őszén bekövetkezett polgárháború, nemzetiségi összetűzések folytán a magyarok szenvedtek a legtöbbet a környéken. Kiürültek a települések, tehát 1848. október és novemberének, sőt 1849. januárjának a gyászos eseményei oda vezettek, hogy a magyarság fogyni kezdett, de néhány esetben pedig majdnem teljesen el is fogyott a településekről, tehát egy tragikus visszaesésről beszélhetünk. Azt szokták mondani, hogy a tettes mindig visszatér a tett helyszínére, ez megtörtént itt Nagyenyeden is. Kérem szépen, a főtettes és tettesek visszatértek életükben is. Úgy Ákszenteszever, mint Ávram Jánko visszatértek ide a városba, senki nem bántotta őket. Ákszenteszever vígan élt 1906-ig. Megkapta 49 után a legnagyobb császári és cári kitüntetést. Birtokot kapott és évjáradékot, és vígan leélte életét legtöbbször Muzsikaszó mellett. Számtalanszor megfordult a városban, senki nem bántotta őt. Ávram Jánko lelkében azért valami csak felborult, mert ő betegelmével kódult, nem egyszer Nagyeneden járta a várost, őt sem bántotta senki. Manapság nem olyan rég, a 89-es fordulatok után iskola lett elnevezve Ákszenteszeverről, amelynek udvarán szobor áll, és országszerte úgy Ávram Jánko, mint Ákszenteszever nevéről itt is a tömbháznegyed egy része róla van elnevezve, utcák, terek vannak elnevezve róluk. Így tértek ők vissza, és vannak jelen manapság. Itt állunk Kolozsvárott a Házson Gábdi temetőben, Kővári László, 1849-es haditudósító és az erdélyi események egyik első történetírójának a sírja előtt. Kővári, amikor 1861-ben megírta Erdély történetét, 48-49-ben megpróbálta a tényekre támaszkodni, megpróbálta a tényeket tisztázni. Hogyha leballagunk innen a temetőből, néhány száz méterre innen az Ávram Jánko utcán, egy emléktáblát láthatunk, amelynek a célja nem a tényeknek a tisztázása, hanem egy ordos nagy hazugságnak az elhintése,
nem csak a román, hanem a nemzetközi közvéleményben is, hiszen az emléktábla szövege nem csak románul, hanem angolul is megvan. Eszerint az emléktábla szerint 1848-49-ben, amikor a románság megpróbálta megvalósítani nagy nemzeti céljait, a magyar nemesek vagy a magyar arisztokrácia 40 ezer román gyilkolt le, és 230-nál több falut égetett föl és dúlt fel. Erről az állításról bízvást kijelenthetjük, hogy hazugság. Hazugság nem csak azért, mert nincsenek olyan adatok, amelyek ezt alátámaszthatnák, hanem azért is, mert az osztrák hatóságok által 1850-ben elvégzett vizsgálat során összesen 4200-4400 román polgári áldozatról sikerült adatot gyűjteni. Márpedig, hogyha a románság legfontosabb szövetségese nem talált 40 ezer legyilkolt románt, akkor ezt az állítást és ezt a számot mindenképpen a legendák ködébe kell utalnunk. Mi a filmünkben arra törekedtünk, hogy ne a legendákat, hanem a tényeket próbáljuk meg tisztázni. A tények alapján próbáljuk meg elmondani, hogy mi történt Erdélyben 1848-49-ben, 48 októberétől egészen 1849 júliusáig.